Sziasztok! Daráljunk, rég volt már daráló. A mai pályát Admo99 készítette, és az a címe, hogy az eltűnt sétapálca. Nyugi, még nem biztos, hogy Atom Uber Tap. Jó. Akkor fogjunk is bele. Így néz ki a kezdőhely. Itt van Csabinyó, Csabusa, igen, én, és Dogi Andi. Meg mintha valami rém lenne a hátam mögött. Történet még nincs, kezdés még nincs. Üdvözlés azon. Azt mondja. Ó, és még chillingel is. Üdvözöllek az eltűnt sétapálca című kaland pályámon. Verzió 1.8.8. A pálya egyjátékos módra van készítve, többjátékos módban elfordulhatnak hibák a játék során. És Admo99 készítette. És most csak szabályok vannak. Szabályok, igen. Ne használj parancsokat, kalandmódban játsz, normál. Elvileg az is be van állítva. Ne csalj és ne hagyd el a pályát. Ha feladat egy helységet, karaktert említ, hogy menj el hozzá, akkor kiír egy koordinátát, hogy biztosan oda találj. F3, igen. Jó. Hasznos. És itt egy történet is. Te Csabusát játszod ebben a történetben. Minden úgy indul ezen a reggelen, hogy mint bármelyik átlagos nap. Lemész a bunkeredbe. Ó, hát ez... ez csak természetes. Lemegyek a bunkerembe, kinek nincs manapság bunkere. És megnézed, hogy megvan-e a féltve őrzött kincsed, az Atom Uber Tap sétapálca. Atom Uber Tap sétapálca. És akkor már csak a kezdés van. Az eltűnt sétapálca. Már előre tudom, hogy nem lesz meg ott a sétapálca. Benne vagyok az ágyban, most ébredünk fel. Oké, el vagyok. Feladat, menj le a bunkerodba, itt a koordináta, és nézd meg az Atom Uber Tap sétapálcádat. Atom Uber Tap sétapálca. Hogy minden rendben van-e vele. Há, simán megnézem. Semmi. Frissen sült kenyér. Ohohohoho. Ha ez valami utalás akar lenne a szivacsra, akkor nem veszem ki. Ott ugye megölt a kenyér. Veston kitüntetés. Hát igen, a kommandolok rend tagjainak. Egy liter water. Oroszlán kaja. Hát oroszlán szőröm az van, úgyhogy ezeket nem veszem föl. Hiper-szuper titkos atombiztos bunker. Hiper-szuper titkos atombiztos bunker. Command Box Sensei. Van egy melszobrom magamról. Hát az igen. Úgy leszik egy kicsit egoistát játszom. Egyébként nem vagyok ilyen. És nem lehet kimenni. Ha-ha-ha. Oké. Okay. Hűha, mi van itt? Nem tudok belenézni sajnos. Ajtó nyitó. És őröm is van. Atom Uber Tap sétapálca. Húha. És azt mondom, hogy micsoda, hová lett, kirabolt el, ezt nem hagyhatom, vissza kell szereznem, és megyek kirúgni az őrt. Hogy tudták ellopni? A feladat pedig menj a mágushoz, ott a koordináta, és kérd meg, hogy a varázsgömbje segítségével mondja meg, hogy ki vitte el az Atom Uber Tap sétapálcádat. Eddig nagyon jól indít ez a pálya. Ja. Most már remélhetőleg ki tudok menni az ajtón. És igen. Csapus a háza. Jól néz ki a terep egyébként. Az Togjandi háza. Nem lehet bemenni hozzá. Ha-ha-ha. Kértem volna tőle répatortát. Ez. Ez a szakács háza. Oda se engedett egyébként. Ez kopci háza. Megyünk hozzá sörözni.
Ez senki háza, akkor be is lehet menni? Hát itt is van valami akadály. Bözsi néni. Azt nem mondta, hogy milyen kakasokat kell neki hozni. Malom. Ez sem mágus. Azt mondja erre, ez valami piac lesz. Szerintem ez már a mágus lesz. Ez a mágus. Mi van neki hátul? Oké. Azt mondja, dolgozom, lent találsz, ha kellek. Akkor gondolom a pincébe. Hát igen, ki is rabolom mindjárt. Jó, pince. Mit dolgozik a pincében? Csak nem Csabinyó a mágus. Ez jó. Na, lássuk, mit mond. Üdvözöllek, barátom! A varázsládakám már előre jelezte, hogy jössz. Mit tehetek érted? Valaki ellopta az Atom Übertáp sétapálcámat, segíts megmondani, ki volt az. Segítek neked, ha a munkámat meghálálod 15 arannyal. Érzem, hogy nincs pénzed, semmi gond. Kérd nekem a szakástól hagymásabot, és megmondom, ki volt a tettes. Ez jó poén. Feladat, menj a szakácshoz, igen, és kértél a Csabinyónak hagymásbabot. Jó, mik vannak itt? Ívesző, természetesen. Sút, csirke. Üres hagymásbabtál. Varázsládaka. Gondolom nem töltötte be sajnos a textúrát. Nem baj, azt képzeljük oda. Szakács. Most be tudok menni. Hát a híres videós nem ismerem. Azt mondja, szakács. Üdv, miben segíthetek? Főzöl Csabinyónak hagymás babot? Léci, nagyon kéne. Rendben, de csak a hozol nekem répát Dogi Anditól. De ki mástól. Hozz répát a szakásnak Dogi Anditól. Igen. Őt is kirabolom, na hát. Kíváncsi természet vagyok. És nem lehet fölmenni. Jó van. Uff. Azt mondom, hogy ezek után nem fog nekem adni, csak úgy. Ha a falon nem lett a répáhat, akkor lép ki van, lép be. Igen, igen, igen. 1.8-as buk. Szia, kész répát? Igen. Haha, azt hittem, hogy csak úgy adok? Hoz nekem kopcitól orosz krém tortát, és akkor kapsz répát. Aj, mi más, mint orosz krém tortát. Oké, menj a kopcihoz, és kér tőle orosz krém tortát. Fogjuk menni? Nem. Jaj, Jézus Mária, mint akinek összeturmiszolták volna az arcát, vagy a fejét. Tényleg kéne már neki valami rendes skin. Na, lássuk. La 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 la. Szia, mit szeretnél? Orosz krém tortát, légy szíves. Kaphatsz orosz krém tortát, de csak egy feltétellel. Van egy szomszédom, aki kölcsönkérte az ollomat, és még mindig nem adta vissza. Ott lakik a mágus melletti házban, szerezd vissza tőle. Hát ez nagyon kedves, tugráltat. Menj el a szomszédhoz, és szeredd vissza tőle az ollót, vagy vissza kopcinak. Mi van nála? Krumpli. Csak azért, mert itt van az ajtó, nem azt jelenti, hogy be is jöhetsz ide. Jaj, esik az eső. Azt hittem, nem használtok parancsot. Nagyon gáz, elállítom az esőt, hogy ne zúgjon. Hát nem is tudom, szerintem nem fog senki megsértődni. Miért vagy kíváncsi arra, hogy ez kinek háza? Még ide is betörsz? Hát, hová süllyedtél? Ezeket a táblákat egy kicsit nem értem. Tehát most ezt a lakó így kirakta a cetliket, vagy ezt a készítő üzeni. Kicsit olyan kizökkentő. De jó, hát ha lesz rá magyarázat. Nem elég, hogy betörtél, még ki is akarod rabolni, ugye? Apa, apa, apa. Kopci ollója. Na. Na, kíváncsi vagyok. Ugye nem írta, hogy hová rakjam, úgyhogy... Gondolom meg van csinálva, hogy ha megnyom a gombot, akkor elveszi. És igen, állat! Köszi, tessék az orosz rém tortám. Menj vissza Dogi Andrihoz, és add oda neki a tortát. Itt a tortád, nösze. Menj a szakácshoz, és add neki oda a répát. Köszi, tessék itt a répád. Elhoztad, szuper, tessék itt a hagymásbab.
Menj vissza Csabi nyúlhoz, és ad neki oda a hagymásbabot. Jövök már, malac! Nyami, nyami, hát ez nagyon finom. Ki elvette pálcát, akarom mondani, atomübertáp sétapálcát, nem volt más, mint Kenry 26. Tudhattam volna, el kell jutnom hozzá. Hagyd el a falut és indulj el Kenry 26-hoz. Legalább nem a faluban lakik. Biztos az erdőben, a zárokban, egy üres almában. Mi ez? Zöldségárus. Viszontlátásra, Sírok falu visszavár. Sírok falu, úristen. Üdvözlők Sírok faluban. Kicsit ijesztő neve van, mert itt vannak a sírok. Utazás átugrása. És ha nem akarom átugrani... Na jó, át akarom ugrani. Kicsivel arrébb. 35 perccel később. A szép séta lett volna. Gondolat. Kapok majd egy gondolat, amivel átmehetek. Jaj, ne, a híd leszakadt. Keres másik utat a folyón. Mondjuk ugrálhatok azokon? Nem. És azok... Végig van barrierezve. Oké, megyek tovább. Hopp. Erre is van egy gondolatom. Ez az! Elvileg ebben a faluban lakik Kenny 26. Megyek és megkérdezek, egy lakost merre találom. Menj a könyvtárba és érdeklődj. Kenny 26 felől. Mi ez? Kimesek? Kut. És tényleg lehet mászni, gondolom. Isten hozott Tiran faluban. Jobb, mint a sírok. Kovács műhely. Könyvtár. Azt mondja a könyvtáros, júj, de sokat beszélünk. Isten hozott, mire lehetek szolgálatodra? Kenny 26-ot hol találom? Ó, ő már nem lakik itt. Ha, biztos kirúgták, elegük lett belőle. Hát akkor hol van, nem tudja? Nyugalom, elköltözött nyugat felé, ment, utána akarsz menni? Igen, elvitt valami olyat, ami az enyém. Akkor vigyázz, mert amerre ment Kenny 26, arra lakik a goblin. Nyugodtan menj át a kovács műhelybe és vidd el, amire szükséged van. Van. Köszönöm, majd egyszer meghálálom. Na persze. Menj át a kovács műhelybe, szerelkezz fel, majd indulj el nyugatra. Jó. Ja, ennyi? Így? Vegyem ki magamnak? Hát jó. Hát ez gyönyörű. Nadrágos oroszlán. De tényleg, ez egy olyan skin, ez az oroszlán, ez az állat, hogy semmilyen ruha nem áll rajta, jó szóval. Mi van még itt? Ez Bluebird háza. Hát, bezárkózott eladó. És be van deszkázva, de ötletes, de... Azért be tudok menni. Ami nincs bedeszkázva, azon nem tudok, ami be van, azon be tudok. Mi más? Viszont most már érdekel a kút, azt hittem, hogy oda valami küldetés fog vezetni, úgyhogy belemászok a hideg kútba. Jó, hát nem minden ötletem tökéletes. Gondolom erre, mivel nincs más út, ez lesz a nyugat, de azért ellenőrzöm. És tényleg ez a nyugat. Ha. Azt mondja, goblin felébresztése. És ha nem ébresztem föl? És kulcs? Milyen kulcs? Hát úgy látom, kint leszek megnyomni ezt a gombot. Kimeri... Jújjúj. Megzavarna a nyugalmamat, most vége! Gyorsan, vas. Tűnj innen! Természetesen volt nála kulcs. Igen. Yeah. Király. Még egy gondolatom van. Biztosan itt bujkál Kenny 26. Menj be a barlangba és keresd meg Kenny 26. Jó.
Hol máshol laknám, mint egy barlangban. Én se szívesen laknék bedeszkázott házban. Hajjaj, mi ez a gyűlés? Végszó. Nem mondod. Ez egy kicsit olyan hirtelen lecsapottnak tűnik. Mindenki meglepi. Mi? Jaj. Neked szerveztük egy YouTube party. És az Atomibertáp sétapárcáddal csalogattunk el. Kérsz heroint? A karakterek hátán találsz szövegeket. Ha kipartiztad magad, a playgomb alatt találsz egy befejezést. Hát ez tök jó volt. Mint egy kis utalom. Itt van az Atomibertáp sétapálca, hát és tényleg Atomibertáp. Megérdemli az intrót. Atomibertáp sétapálca. És pár említése méltó videós, meg pár nem említése méltó. Azt mondja, itt a vége. Köszönöm, kijátszottad a pályámat, remélem tetszett. YouTube csatorna nincs, de mivel, kicsit beleolvad a mögötte lévő részben, mindenki kírja, ezért gondoltam megemlítem. Ja, és igen, az emberek hátán lévő tábla, gondolom, hogy ki kicsoda. Igen, Ice Bluebird, titkos ügynök, Kopci, tanítvány. Csabusa, Command Block Sensei, Admo, pályakészítő, Kenny a dealer, Csabinyó, hagymásba szakértő, azt hittem a mágus, Creeper, boom! Steve, játékos, Dogiani, répatermesztő, és Zsédav, kalandozó. Hát ez egy nagyon állatpálya volt, tényleg. Jó, nagyon jó pálya volt, nagyon szépen meg volt építve, érdekes volt a történet, tök jó csavar volt a végén, és a hossza is megfelelő volt, bár ez olyan hülyén hangzik, tehát így nem, nincs követelménye, hogy milyen hosszúnak kell lenni a pályának, amennyit ugye a sztori megkövetel. De itt pont olyan hosszú volt, amilyennek kellett lennie, úgyhogy tök jó. Most hirtelen negatívat, hirtelen nem is tudok negatívat mondani, hajjaj. Gondolkodom. Jó, egyet talán tudok, azért ez egy kicsit meredek, hogy úgy szerveztek partit, hogy akár meg is ölhetett volna egy goblin. Illetve úgy tervezték, hogy én úgy jutok el a partihoz, hogy meg kell ölnöm valakit. Jó, meg még mondjuk annyi, hogy ott a szomszédnál, akitől ugye vissza kell szerezni az ollót, azok a táblák egy kicsit kizökkentek voltak, azokat úgy nem tudtam hová rakni, most úgy kiírta oda a szomszéd, vagy... Tehát, hogy az ott mi volt, az úgy számomra egy kicsit fura volt. Meg ugye ezek félig meddig olyan belső poénok, tehát aki minket követ, az érti, hogy miért Csabinyónak kell a hagymásbab, Dogi Anditól meg a répa. Szóval, hogy megvan ennek a pályának a közönsége, de ezt nem mindenki ugyanúgy érti. De mondjuk ez nem feltétlenül negatív. Tehát ez volt Admo 99 pályája, az eltűnt sétapálca. A kézikönyv óvjon! Neked szerveztük!